Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit a kis foci nagy szív sorozatunkban, ezúttal vásárlótól jelentkezünk, ahol már egész nap sportnap, falunak, családi nap, a polgármesteri hivatal, Török Gergely polgármester szervezésében délelőtt már játszottak a vásárlóti öreg fiú, méghozzá a nem csak Károly vezette magyar színész válogatott ellen, eredmény 5-5 lett. És hát azon a meccse már szerepelt, Novota Motyó Zoltán, aki éppen most a Landa 10-es fehér mezben. De kezdjük először a hazai összeállításával. Ugye Varga Dezső, játékos edző, most a felvidéki legendát 45 csapatát erősíti. Úgyhogy a vásárlóti kénytelenek nélkül felállni, bajnok csapat. 134 volt és 16-ot kapott az elmúlt bajnokságban. Nincs itt a második legjobb góllövőjük, Jós Pista, aki 35 volt lőtt. Itt van viszont 46 találattal. A gólkirály 7-es mezben Osalszki Márton, de menjünk szépen a sorjában. Tehát a vásárlóti a zöld feketében, 1-es Móla Robert, 2-es Budi Gergely, 7-es Osalszki Márton, 15-ös Indics Dominik, 9-es Fognálko, 4-es Nagy Zsolt, 10-es Vég Roland, 13-as Márton Viktor, 11-es Raimund, 6-os Csöller Roland, 17-es Egri Attila, 12-es Novotny Gergely, 8-as Horváth Márk, 21-as Oszmár René. Pinte Attila, aki most egy kisebb sérülés miatt nem játszhat, ő az edző jelenleg a felvidéki legendák csapatában. Az 1-es mez természetesen Rengel Péter kapta, Rengi, a Győr és a Gyirmót egykori kapusa, ősöl. Védelem jobbról Kis Béla Fiz 4-essel, középpen 5-össel, a Dezső 4-essel Lényes Mátyás, és 12-esen a bal hátra a Lelkes Mátyás. A középpályás sor jobbról Takács Dávid, aki segédember, hiszen ő vásárolti. De mivel ugye késtek Pinta Attiláért, Kuba Tengóával, ők nem érték el a bemelegítést, ők most öltöznek. Itt van mind a ketten, hát Attila nem játszott, mondom, hogy sérülés miatt a Fradi egykori legendája, 31-szeres szlovák válogatott, a DAC és a pozsonyi Inter kiválóságú. Ma ő az edző, reméljük szerencsét hoz, hiszen a felvidéki legendát 40 plusz csapata eddig még nem nyert. Ez a harmadik mérkőzése. A Muzslán 2-2-es döntetlen, 2020. szeptember 15-én, majd egy évvel ezelőtt Füleken szerepeltünk, és akkor 6-4-re a helyi öreg fiú csapatot győzött. És a középpársot folytatva a 6-ossal Csápa Zoltán, művész nevén Zsubri, éppen most indította Ravaszt. Kis Béla egyelőre megbecsülik labdát a legendát, szóval 10-essel Novota Motyó Zoltán, és bal oldalon pedig Csémi Marián 8-assal, Rengel jött ki, Bognár Zsolt kísér a labdát csend, és a csatársorban Ravasz Tibor, aki Csápai Zoltán jobb keze, és képes megzörgetni a hálót fejjel is. Ő a Királyfi a karcsa gólfelelőse. Ő korkedvezménnyel jött, 31 éves. És hát 7-essel, de várjuk meg ezt a támadást! Egy nagy helyzet, Rengel mit védett, és Varga Dezsőről majd bepattan az első szöget. Néni zavar a védelemben. Rock Raimund kihasználhatta volna, de ott van Rengel, megvan az első bravúrja. Szóval befejezve a legendák névsorát. 7-essel az a Sztojka János játszik, aki 55 éves és rangidős a csapatban, még csehszlovák a ligában szerepel, 210-es 65 gólt szerzett, és hát jó 15 évvel, 14 évvel ezelőtt a Vásárúton, Novota.
szögletet megmentette veszélyesen csavarodott be. Szóval Sztojko Jani még 40 évesen itt Vásárúti pályán, amit most kitűnő előkészített, egy egyszerű környezet, a tőkés irák szomszédságában, gyönyörű hely. A pálya is szép, és ez a támadás is szép, és most Éhes Mátyás kotorja ki. Nem ébredtek, nem melegedtek bele, úgy látszik a legendák, mert két helyzetet is kihagyott a Vásárú. Azért nem győzöm hangsúlyozni, hogy úgy lett bajnak, hogy 134-ből költ, hát ahogy már kell tudni kicsinni. Bármilyen bajnokságban is volt, hogy több mint 10 gólt lőttek az ellenfeleiknek. 7-8 gólokat szóltak, és mondom, Losonczky Márta jövő majd extra góllövőjük. 46-szor volt eredményes, a második legeredményes, a Gyúros Pista nincs is. Szóval visszatér a Sztojko Janira, ugye az Inter játékosa volt, és amikor míg a csehszlovák bajnokságban szerepeltek a szlovák csapatok, akkor ő a Spartának és a Szláviának, az Osztravának is gólt lőtt. De emlékszem egy meccsre, amikor 2-1-re nyert az Inter Dunaszerdán, és akkor két gólt lőtt Sztojko, úgymond az övének, hiszen Dunaszerdán helyen lakik, bár Mihály Fajt származású. Losonczky most először volt labdán, az egyébként Losonczky nem csatában játszik, hanem visszavontam középpályásként, talán középpályásként mélységből indulva dobja gólokat Csápai. Az Karcsai összjáték Csápai. Ott hagyja Sztojkának, és megkóstolta a Sztojának a labdának gólából, mert ez nem akarod mondott, a lövés pontos volt ugyan, de mert sarokra erősen volt igazán benne. Hát 10 évvel ezelőtt még Sztojko az ilyen helyzetekből szinte 100%-ban betalált, legalábbis 90%-ban. Majd ez a nap szépen megbecsülik a labdát. Vásárolti a kis Pindicsi. Egri Attila, a kis Etemó, csak a csaló közben bátyját is még. Nagy Petit, aki Tac B csapatában látszott. Most éppen ő indít. Jól lépett ki. Varga Dezső és Méhes is. Sem találták át. A Rengel ott hagyja Méhesnek. Rengel Peti egyébként legutóbb a megyei. De a Győr Sopron megyei Mévfő csapatában játszott. Ez a negyedik szám Magyarországon. És most fél év klub nélkül van. Ma egy ausztriai negyedik ligás csapatnál volt próbajátékon, sőt két csapatnál is, ahogy mondta. Három fél időt védett. Egy meccset az egyik csapatnál, a másiknál meg egy fél időt. Sztojko megint elkéri az öreg. Gyönyörű labda a Csápai. Ravasz. Motyó! Tüzelt Novota ballába, volt pedig. Ezt jobban is befejezhette volna. Motyó marad a 0-0. Egyelőre Rengelt kell dicsérni, hiszen óriási zicsert védett. A szöglet csak abból a helyzetből. Vlk Rajmund felső sarkra tartó lövését védte. Losonczky kér el. Nagy. És Greg Roland. Tízes, az olyan tízese. Megint Losonczky, sok agyatótól rögítól kapta. Vég, elmúlás. Lehet menni. És ott Varga Dezső nem kímélte saját védencét. Keményen belépett volna már. A fürge jobb szélső gondot okozzon a legendáknak. Csapai. Eladja.
Novotel nem értett még egymást, Losonszki köszöni szépen, és itt a nagy helyzet. Megint Rengel lesz szemben, és ezt már nem lehet kihagyni. Lefektetik a kapus, higgadgóló, gyönyörű, fejezte be Bognár Zsolt. 1-0-ra vezet a Vásárlót. Bognár megszerezte a Vásárlónak a vezetést, 1-0 megérdemelt egyébként. Eddig Stojka és Novota lövése jelentette a veszélyt Molnár kapujára. Rengelnek nagyobb zicsert kellett védenie. Csápai fogadkozott Varga Dezső, aki ugye most a saját csapata ellen játszik. Nem baj az, hogyha fiatalok, mert a tapasztalat és a tudás az öregek mellett áll, remekül vette lesz Dojka és Takács Dávid. Nem sikerült eltalálni a kaput, marad a 1-0 a Vásárút.